Múlt héten az Oltvízügyi Igazgatóság 9 lakókocsit ajánlott fel a hajléktalanná váltak számára. Ezeket Zsögötfürdő területén helyezték el, így felmerült, hogy a csíksomlyói tűzvész áldozatainak egy részét ideiglenesen a Csíkszereda melletti településre költöztessék. Az ott lakók ezt határozottan ellenzik. Nem tetszésüket ki is fejezték a vasárnap délután szervezett lakossági fórumon, arra hivatkozva, hogy a romák közelségét veszélyesnek ítélik. Válaszképpen Csíkszereda polgármestere Korodi Attila kifejtette, hogy bármennyire is ellenkeznek a lakók, el kell fogadniuk, hogy a városvezetésnek és a megyei önkormányzatnak nagyon sok személy lakhatását kell valamiféleképpen biztosítania. Továbbá hangsúlyozta, hogy amíg ő lesz Csíkszereda polgármestere, addig nem tervezi, hogy az érintetteket életvitelszerűen, tehát véglegesen konténerlakásokban helyezzék el, hiszen így nem fog változni semmi. Az elmúlt napokban a zsögötföldői találkozón túl nagyon sok egyeztetésünk volt közösségi vezetőkkel, egyházi vezetőkkel, falusrészekkel, és ezt folytatjuk, mert ez a megoldás, hogy mi rajtunk, az közös kell legyen. Igen, és erről is beszélni kell nyíltan, jelen pillanatban ott van 9 olyan utánfutó a Caritas telepen Zsögötföldön, ami ennek a tévíz idején használhatatlan, ez nem lesz semmire használni, ezt mi is láttuk. A fórumon rákérdeztek arra is, hogy miért nem lehet a leégett területet helyreállítani és oda-vissza költöztetni a károsultakat. A polgármester elmondta, hogy ez nem lehetséges, mert a terület magántulajdon. Ugyanakkor tájékoztatta az egybegyűlteket, hogy a kormány konténereket fog rendelkezésre bocsátani legtöbb egy évre. Ez alatt pedig megoldást kell találni az érintettek állandó lakhatására, ha nem is Zsögötfürdőn, ahol ilyen mértékű ellenkezést tapasztaltak. A lakossági fórumokat megelőzően az önkormányzat kérdőívek kitöltésére kérte a lakosságot. Másfél nap alatt 2591-en válaszoltak a kérdésekre, közülük 990-en konkrét ötleteket, javaslatokat fogalmaztak meg a károsult róma családok lakhatóságával, integrálásával kapcsolatosan. Legtöbben azt a véleményt osztják, hogy a kárvallott családok számára a város szélén kellene helyet találni. A január 7-i tűzvész miatt földön futóvá vált 261 személynek, közöttük 143 kiskorúnak, egyelőre még a csíkszeredai Erős Zsolt aréna nyújt menedéket.